most már 7. év után vagyok, azt gondolom, olyan technikai eszközök birtokában, hogy amit elképzelek, azt meg is tudom valósítani papíron vagy vásznon. Azon szerencsés emberek közé tartozom, vagy sorolom magam, akik hát önmegvalósítanak. Napi szinten azzal foglalkozom, amit imádok, amit tudok, amihez értek. Ha ez adott esetben úgy néz ki, hogy iparos munka, egy jó iparos munka, akkor igen. Tehát csinálok kézzel festett reklámtáblakat, tehát kvázi címfestő. Csinálok ugye gyerekszobákat, falfestményeket, ilyen beltéri, én ezeket beltéri dekorációs festményeknek hívom, amik igenis jó iparos munkák, tehát alapszintű művészetet hordoznak. Az ideális eset az, mondjuk, amikor festel, hogy hát, hogy akkor nincs ego. Tehát amikor a legjobb dolog úgy festeni, hogy hát, hogy te nem vagy ott. Tehát nem tudod, miért azt a színt kevered, és nem tudod, hogy nem azt mondja, nem tudod, mert pont, hogy tudod, de nem gondolod át. Tehát nem lapolgatsz az esettel a paletta fölött, hogy hú, most ez hogy fog kijön, nem, hanem hát csak megcsinálod, tehát jön, és fölrakod, és hát mondhatjuk valamilyen transznak, vagy meditációnak, nekem mindenképp meditáció, tehát órákra eltűnsz benne, akkor nincs idő, nincs telefon, nincs kaja, nincs semmi, hanem így fölkelsz a képbe, hogy most már 4 órája ebben voltam belezolva, és akkor nincs semmi, akkor az van, hogy ott épül az, amit látsz. Tehát te már látod, csak gyorsan végre kéne hajtanod, és ilyen szempontból türelmetlen vagyok, mert én nagyon hamar látni akarom, hogy mi az, ami megvan fejben, és gyorsan megragadni. Egyedül dolgozom, tehát nagyon sokat vagyok egyedül magammal. És ebbe a hát nagy képűen a festészetbe belevonni valakit, vagy átadni neki, hogy én mit érzek, vagy gondolok az egészen kapcsolatban, időigényes lenne, meg macerás, meg úgyse tudom elmondani. Tehát az elefántcsontoronyban ott igen, ott lehet, hogy magányos vagyok, de az csak ott legfelül. Tehát alatta igen, azért biztos, hogy kell egy ilyen háttértámogató rendszer, legyen az egy barátnő, ezt most csúnya szóval, legyen az egy barátnő, vagy egy testvér, vagy egy barát, akik igenis, hogy támogatnak és segítenek, nyilván a maguk eszközeivel és módján. Nem biztos, hogy szakmailag, de kell. Hát persze. Ő egy olyan típus, aki így mellém való igazán, tehát elvisel a rigójáim, tehát azért valahol művész ember vagyok, igen, tehát sokkal lőrel, szélsőségekkel ingadozok érzelmileg, csircsafolyok, vagy nagyon lendületes, vagy nagyon morózus, tehát ilyen csapongó. Hát és ezt nyilván nehéz tolerálni, hát 20x éve óvónő, gyerekekkel van, tehát ő benne az alázat, ez a szép szó, tehát benne megvan az alázat, hogy úgy tud elfogadni, ahogy vagyok, és nem illetkritikával, hanem egyszerűen ahhoz asszisztál, amit én csinálok. És neki az úgy jó, és nem szól bele. Ugye, amit ceruzával ecsettel okozni lehet. Igen, kísérletezem, tehát nyilván magamat is meg akarom ismerni, és kideríteni, hát, hogy mit tudok, vagy miben vagyok a legjobb, vagy meddig lehet elmenni. Tehát a maga módja mindéket imádom,
És nem akarok se rangsorolni, se választani, hogy most melyik a legjobb. Tehát egy karikatúrába ugyanúgy el lehet merülni, és ugyanúgy ki lehet emelni. Ugyanúgy bele lehet vinni az ember személyiségét. Tehát abba tudsz ugyanannyi energiát fektetni, még ha technikailag más eszközökkel is, mint mondjuk egy nagyon komoly olajfestménybe. De, vagy legyen ez bármi. Tehát igen, tehát grafikát csinálok, karikatúrázom, csinálok gyerekszobákat, csinálok 3D-s aszfaltfestményt, van egy ilyen improvizációs képzőművészeti előadásom, van falfestményem, dolgozom ilyen beltéri dekorációs festményeket, csinálok egy webáruháznak, hát logókat tervezek, reklámtáblák, arculattervezet, tehát tulajdonképpen minden olyan szóba jöhet, amit érinthet ez a szakma, és akkor itt jön az iparos része, vagy van benne valami kreativitás. Nekem annyiból van előnyöm, hogy valamelyik területen mindig át tudok emelgetni dolgokat a másikhoz. Tehát amit itt megtanultam, ugye ahogy mondtam, az egy másik helyen jól jöhet. Kiraknék a falra, tehát ez ilyen profán ennek a története. Fotóról dolgozom, tehát nem élőbe plener, mert hát ugye a fényviszonyok változnak, de lényeg az, hogy mondjuk 6000 képet átnézek ahhoz, hogy kiszúrjak egy olyan fotót, ami működhet ilyen szempontból. Sokan egyébként kritikával illetik ezt, hogy fotóról dolgozni, mert hogy a fotót már megkomponálták, és mi az, amit én pluszban hozzá tudok adni, vagy hogy kétdimenziós, és mégsem ugyanaz, mint az élő, de én azt gondolom, hogy illetve úgy mondom, hogy a célom az, hogy hát igen, asszociálni az ember, érintse meg, fogja meg, nálad szerencsés esetben úgy látszik, hogy ez sikerült, illetve a túlnyomó többségében elég sok embernél bír ez sikerülni, hogy hát, hogy egyszerűen csak megindul az agya. Tehát lát benne valamit, valami megfogja, valami emlék előjön, és onnantól már kötődik. Azt, hogy milyen mértékben, az mindenkinek ugye változó, de a lényeg az, hogy elinduljon valami. Tehát ránéz, és minél tovább néz, annál több minden forog a kis agyában, és minél több minden forog az agyában, annál közelebb fog kerülni a képhez. Tehát ez, én azt gondolom, hogy valahol egy tudattalan folyamat, és nem biztos, hogy itt konkrétan reagálsz érzelmileg, de hát pont az a jó benne.